A hamarosan induló nemzeti konzultációban a nukleáris energiát érintő unió szankciókról is véleményt mondhatnak a magyarok. Európa szerte többen is azt követelik, hogy az unió vonja be a nukleáris energiát is a szankciók körébe. A kormány szerint, hogyha ez bekövetkezne, akkor az veszélyeztetné Magyarország áramellátását és tovább növelné az árakat. Arra kérem a magyarokat, mindenki mondja el a véleményét. Mondja el, mert a szankciók minden magyar család életét érintik, és érinteni is fogják. Egy héttel ezelőtt jelentette be Orbán Viktor, hogy Magyarországon Európában elsőként véleményt mondhatnak az emberek arról, hogy mit gondolnak a szankciókról. A miniszterelnök emlékeztetett rá, hogy az elmúlt hónapokban többszörösére emelkedtek az energiaárak, ami súlyosan érintette Európát, miközben Oroszország nem esett térdre. A postai úton levélben és online az interneten is kitölthető kérdőíven hét kérdés lesz. A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára korábban azt közölte, hogy ezek között biztosan lesz egy a gázt érintő szankciókra vonatkozó rész is. Dömötör Csaba szerint a háború kirobbanása után egyetértés volt abban, hogy az energetikai szektorra nem terjednek ki a szankciók. De Brüsszelben vannak olyanok is, akik a gázra is ki akarják terjeszteni a szankciókat, és ezt meg kell akadályozni. Egyes brüsszeli vezetők azt is mondják, hogy szenvedni fogunk, de majd csak túléljük valahogy. Szerintünk viszont a szankciók tönkreteszik a gazdaságot, ezért mielőbbi irányváltásra van szükség. Szerdán a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár emlékeztetett arra, hogy az olaj esetében a magyar kormánynak hosszú küzdelem és kemény harcárán sikerült elérnie, hogy a csővezetéken érkező olajszállítmányokra ne vonatkozzon tiltás. Így Magyarország mentességet kapott. A Nemzeti Konzultáció ezért az olajtermékekre kivetett szankciókról is szól majd. Eközben olyan törekvések is vannak Európában, amelyek a nukleáris energiát is bevonnák a szankciók körébe. Egyebek mellett az Oroszországból érkező fűtőelemekre is kiterjesztenék a tilalmat, ami a már működő atomerőművekre is vonatkozna. Ezért a Nemzeti Konzultációban a nukleáris energiát érintő szankciókról is várja a kormány a magyarok véleményét. Közölte a technológiai és ipari minisztérium energetikáért felelős államtitkára csütörtökön a kormány közösségi oldalán közzétett videóban. Az orosz szűtőelemek helyettesítése rövid távon nem lehetséges. Ezért, ha kiterjesztenék ezeket a szankciókat, az veszélyeztetné a stabil áramellátást és tovább növelné az árakat. Tehát egy olyan kérdésről van szó, amely alapvetően meghatározza a magyar gazdaság működését és a családok biztonságát. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki elmondhassa a véleményét. Steiner Attila leszögezte, hogy Magyarországon az atomenergia az olcsóbb áram garanciája. Az uniós szankciókról szóló nemzeti konzultáció hamarosan indul, a kérdőívek várhatóan heteken belül megérkeznek a magyar családokhoz.